3 napos hosszú hétvége 2022-ben kevesebb lesz, mint tavaly, azonban több alkalommal lesz 4 napos hosszú hétvége. Utóbbiak közül az első alig egy hónap múlva, március 12-től 15-ig tart majd. Erre a hétvégére nagyobb ütemű az előfoglalás, mint a korábbi években, sok szálláshely már most telítve van. Az ilyen ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégék alkalmával ugye a kedves utasaink, nekünk az a tapasztalataink, hogy elsősorban a belföldi szállásokat preferálják. Ezek iránti érdeklődést nagyon sokan megoldják saját útfőből, hiszen ugye ad erre lehetőséget például a különféle szépkártyás szolgáltatásoknak is, ugye a felhasználása, ezt meg tudják magánúton is fel tudják használni. Már a pandémia előtt is kialakulóban volt egy trend, amire a járvány csak ráerősített. A népszerű kedvelt desztinációk és szálláshelyek felől eltolódik a kereslet a kisebb és tematikus úti célok és szállások irányába. A legnépszerűbbek az apartmanok, 24%-ról 26%-ra emelkedett arányuk, a második helyen a vendégházak, a harmadikon pedig a panziók állnak. Egy friss hazai kutatásból az is kiderült, hogy az utazási kedv nem csak a hosszú hétvégék tekintetében tért vissza. Már javában zajlanak a nyári foglalások is, ráadásul most nagy akciókat kínálnak az irodák, mert a tavalyi statisztikáknál idén jobb eredmények várhatóak. Sokan bátrak voltak, igényük is volt rá, hogy külföldre utazzanak, úgyhogy mi mindenkit arra bíztatunk, hogy ne ijedjenek, ne féljenek, hiszen ezek a különféle nyári szálláshelyek is abszolút mértékben biztonságosan várják a kedves odalátogatókat. Én azt gondolom, hogy minden évben az aktuális lágerek közé sorolható Görögország, Törökország, Ciprus, de hát bármilyen tengerparti övezet az mindig egy frekventált az utasok számára. Bár a szabályok a nyári főszezonig még sokat változhatnak, a foglalások előtt érdemes a konzuli szolgálat honlapján megnézni az aktuális utazási szabályokat.